Sziasztok, szép estét! Ez itt a Dobbantó, én Bojtos Zoltán vagyok, mellettem a párom Bojtos Schwab Csilla. A ma esti Dobbantóban sztorikat fogunk hallani, három emberről tudomásom szerint, és úgy tudom, mindenkitől három-három sztorit fogunk hallani, de át is adom a szót a speakereknek, vagy a moderátoroknak, először Cérna Tündének, aki az ő vendégeivel fog beszélgetni. Tiéd a szó! Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, meg a láthatóságot is. Úgyhogy szép estét mindenkinek. Két bátor, vállalkozó, szellemű, beszélgető partnerem van ma este, akikkel természetesen csupa olyan dolgokról fogunk beszélni, ami velük megtörtént, úgyhogy semmi akadály nem lesz annak, hogy ezt velünk megosszák, hiszen egymás között vagyunk. Először rendhagyó módon a fiúval kezdem, akit egyébként Takács Józsefnek hívnak, Stuxi, úgyhogy ha többször mondom ezt a nicknémet, akkor elnézést, de hát mi így hívjuk őt, hogy Stuxi, ez még gyermekkorából ragadt rá, ha jól tudom, és Takács Józsi egyébként nem egyedül építi az üzletet, hanem feleségével, Verával együtt, és róluk annyit kell tudni, hogy a Stuxi hosszú éveken keresztül Ausztriában dolgozott, mint alkalmazott, egy építőipari vállalkozásban, és hát tavaly nekik egy ilyen nagyon, nagyon komoly elhatározásos évük volt, sok mindenben változtattak az életükben, például az egyik az volt, hogy azon gyöngyszemek egyike, aki úgy dönt, hogy hazajön Ausztriából, és Magyarországon csinál egy vállalkozást, maradt a szakmájában, és itthon is építőipari vállalkozó, és elképesztő sok munkája van, hála Isten, és nagyon szépen dolgozik, ez pedig itt a reklámhelye. Vera pedig még a kisgyermekükkel, a legkisebbik fiúval van otthon, mert hogy összesen négy fiú gyermekük van, ebből kettő egyébként nagyon tehetséges focista, és majdnem elköltöztek még Budapestre is, emiatt a két tehetséges gyöngyszem miatt tavaly, de aztán úgy döntöttek, hogy a tehetség az, ha meg lesz néhány év múlva, akkor majd amikor kicsit idősebbek lesznek, akkor meghozzák ezt a közös döntést. Na, úgyhogy Stuxi, az első kérdésem az, mert szerintem mindenkit ez izgat a legjobban, hogy te hogy ismerkedtél meg a DXN-nel, hogy találtál rá, hogy volt ez a sztori veled? Sziasztok, Takács József vagyok, mint a Tündi már bemutatta. Mi három évvel találkoztunk a DXN-nel először, méghozzá úgy, hogy a Szabolcs nekem testnevelés tanárom volt általános iskolában, és több mint 20 évig nem találkoztunk. De a Facebooknak köszönhetően újból összehozta az ismerettséget, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát újból kontaktba kerültünk egymással, és megbeszéltük, hogy eljön hozzánk egyszer beszélgetni, mert meg kell beszélnünk ezt az elmúlt 20 évet. És akkor ő Tündivel együtt akkor készültek Dubajba. Tehát nagyon sokat beszélgettünk ott az elmúlt időről, a jövőről, mindenről. A DXR-ről nem esett szó. Egy bőrűen sem. És elutaztak Dubajba. A feleségem kérdezte, hogy nem kóstolnánk meg ezt a kávét mi is. Mondom, de hogy nem kóstoljuk meg. És akkor ráírtam a Szabolcsra, hogy szeretnénk megkóstolni ezt a kávét, hogy mikét lehet ezt rendelni. És a Szabinak annyi volt a válasza, rendelt bent a DSPC csomagot, és azért ülünk és beszélgetünk. És ez így is történt, megrendeltük a C csomagot, DSPC csomagot, és onnantól kezdve foglalkozunk mi a DXN üzlettel végül is. És túl azon, hogy a kávét megkóstoltátok, nyilván ez oka volt a regisztrációtoknak, de aztán később miért váltottatok az üzleti területre? Tehát, hogy miért csináljátok a DXN? Mi volt benne az, ami vonzó volt, vagy... Tehát, hogy miért kezdtétek végül is el üzletileg? Hát meg volt előttünk példa, aki nagyon sikeres, mint ti. Ja, köszi. És gondoltuk, hát belevágunk mi is. Tudtuk, hogy nem egy év alatt, két év alatt, öt év alatt lesz belőle valami, de hosszabb távon gondolkodunk, és 10 év alatt esetleg mi is tudunk egy olyan bevételt összehozni ebből, amikor utána később meg tudunk élni. És a termékek tökéletesek, nagyon jók a termékek, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy mi is tovább foglalkozunk ezzel. És ti hogyan kezdtétek el? Tehát mi volt a módszer, hogyan dolgoztatok, vagy hogyan dolgoztok?
Az első körben ugye az ismerősöket szólítottuk meg, kóstolják meg a kávét, és nagyon sokan rendeltek is, a mai napig rendelnek, így hamar el is értük az első Star Ager szintet, pillanatok alatt végül is. Hát utána már ez így egy kicsit nehezebb, mert olyan ember találni mondjuk, aki foglalkozni és akar vele dolgozni, és ilyet eddig sajnos még nem találtunk, de dolgozunk rajta keményen. Majd erre mindjárt visszatérünk, hogy aztán mégis hogyan van ez a hálózatépítés, mert hogy ilyen újrakezdőként vagy restartolóként azért mégiscsak megtaláltad a módját, úgyhogy erről majd mindjárt beszélünk. Még azt szeretném tőled megkérdezni, mert egy nagy döntést hoztatok 2 évvel ezelőtt, és az a döntés az arról szólt, hogy szeretnéd megnézni, hogy néz ki a DX-en egészen közelről, és kiutaztál Malajziába, mert hogy volt erre lehetőség a 25. születésnap alkalmával, hogy ez erről egy kicsit mesélj, hogy ez egy nagy döntés volt, mit szólt hozzá Vera, a gyerekek? Hát igen, ezt átbeszéltük itthon, tehát ahhoz, hogy hiteles tudjak lenni ebbe a DX-enbe, ahhoz kellett nekem az, hogy lássam a farmot, tudjak róla mesélni, tudjam képekkel igazolni, hogy én igenis kint jártam Malajziába, és szerencsénkre pont akkor volt a DX-ennek a 25. születésnapi partija is, ami egy rendezvény, ami egy nagyon jó rendezvény volt, és ott nekem sok motivációt adott. Akkor nem kérdezem meg, melyik a kedvenc rendezvényed a DX-es életedben, mert azt hiszem, hogy azt nagyon nem lehet überelni. Hát igen, tehát a 25. születésnapi rendezvény az nagyon jó volt, viszont szerintem az első volt az, amikor Siófokon voltunk a vezetőképző táborba, ami a legnagyobb benyomást keltett. Tehát ott megismerkedtem sok emberrel, olyan, akivel nem találkoztam soha, ilyen üzletépítőkkel, akik úgy fogadtak, mint akik 15-20 éve ismernének már, mindenki barátságos volt, és ez egy nagyon jó érzés volt. Ott egyedüliként úgy, hogy senkit nem ismertem. Uh-huh. És visszatérve Malajziába, ugye ti előbb utaztatok, mint mi, akik az ITSI-on is részt vettük, és ilyen tényleg egy nyálcsorgatva néztem a képeket, hogy úristen, ti már ott vagytok, és hogy mennyire jó nektek, hogy van-e valami sztorid, lehet vicces is, vagy akár, tehát nem feltétlenül az üzletépítéssel kapcsolatos, csak hogy volt-e valami sztorid, ami ilyen érdekes, amit így elmondanám. Legérdekes sztori az a 25. szülinapi partin volt, amikor vége volt a rendezvénynek, és akkor meg volt beszélve, hogy megyünk haza a buszokkal. Viszont akkor ott volt a Szabolcs, mint idegenvezetőnk. A Szabó Szabolcs, csak a többieknek mondom. Szabó Szabolcs, mint idegenvezető, mi vettünk szimkártyát, amikor odaértünk, neki is volt, és nekem is volt szimkártyám, így tudtunk egymással beszélni, felhívni egymást. És akkor megbeszéltük, hogy én elmegyek még ebédelni, ők meg ott volt dolguk, amit rendezkedtek, intézkedtek, és megbeszéltük, hogy telefonon tartsuk a kapcsolatot, mikor indulunk vissza. És akkor én elmentem, megebédeltem, visszamentem, és akkor hívom a Szabolcsot, hogy hol van. És közben kiderült, hogy ő már visszament a szállodába, én meg ott maradtam semmi angol tudás nélkül, ott vártam, és most mondom, hogy hogyan fogok haza. És akkor sikerült a telefont odaadnom egy úrnak, egy sofőrnek, és azzal beszélte le, hogy melyik busz megy ahhoz a szállodához, és így jutottam vissza végig is a szállodához. Na, akkor csak ennyit kellett csinálnod, egy ilyet. Ezt a mozdulatot bármilyen nyelven meg lehet, így van. Meg lehet csinálni. Hát csak egy ilyen vicces része még a dolognak, hogy gyakorlatilag a Szabolcs, meg ugye te voltál így férfi a csapatban, és az összes többi pedig hölgy volt, és tudom, hogy elképesztő sztorik vannak, amiket most még hosszan tudnánk mesélni, hogy milyen 8-10 hölgyel együtt elutazni a világ másik részére, és akkor jössz rá, hogy úristen, hát azért a hatalom a nők kezében van, pedig mi azt gondolnánk, hogy nem. Úgyhogy volt egy-két jó sztoritok, azt tudom, hogy... Igen, ez a reptéren is volt egy nagyon jó sztori ebben kapcsolatban. Na, akkor ezt meg mondd el. Hát, hogy odaértünk Dubajba a reptérbe, ki volt írva, hogy becsekkolás 3 percen belül indul a gép, és tudtuk, hogy az nem lehet, mert még időben nem ott vagyunk, és akkor oda ment az Andi, szerintem, hogy az Andi, vagy nem tudom, már mi lényegtelen, hogy ki, oda ment megkérdezni, hogy hát mikor indul a gép, hogy jó ez a kiírás, és mondták, hogy nem jó az a kiírás, úgyhogy nyugodtan várjunk bárhol, mert nem jó az a kiírás. És akkor eldöntötték, hogy ki volt írva, a 2-es terminától indul, akkor menjünk el a 2-es terminálhoz, hát honnan fog indulni a gép. De mondtam nekik, hogy felesleges elmenni, mert hát most mondták, hogy rossz. De mi elgyalogoltunk nem tudom hány 100 métert végéig, és ott megvártuk, hogy
hátra indul a gép. Persze onnan vissza kellett gyalogolni az elejére, mert nem onnan indult a gép. Ott a nők többsége döntött, hogy gyalogoljunk el oda. Na meg hát ugye a keresztvonalazás, mert ugye mindegyik hölgy egy másik vonalnak volt a tagja, és ugye azért lehet párhuzamot hozni a DXN-nel, hogy azért nem mindig jó, hogyha a keresztvonaladra hallgatsz, mert időnként be tud vinni az erdőbe. Térjünk vissza a hálózatépítésre, mert hogy egy érdekes fába vágtad a fejszédet néhány üzlettársal közösen, csak a többieknek vezetem így fel, hogy Laci meghirdette, hogy egy módszert kitalált arra, hogy nyelvtudás nélkül hogyan lehet külföldön üzletet építeni, és ugye megcélozva Nigériát, és ezt a technikát ugye megtanult a Marci fiunk, akitől megtanulta Szabi, az ő édesapja, aki aztán elkezdte továbbadni ugye a hálózatba, és te az első között voltál, aki jelentkezett erre, mindahogy tudjuk, ugye nulla angol nyelvtudása, és hogy ebbe miért vágtál bele? Miért gondolod, hogy ez most egy jó dolog lehet neked? Hát, ahogy a Szabi is elmondta, hogy ezek a skriptek, ezek működnek elvileg, hogy így könnyebben lehet megszólítani nulla angol nyelvtudással nigériai személyeket. Uh-huh. És valójában ez így van, mert milyen sikereid vannak? Hát 7 regisztráltunk van Nigériában. Mennyi? 7. 7. 7 regisztráltad van. Na, és hát azért azt is mondjuk el, hogy ez nem 4 hónap alatt, hanem ebben a hónapban történtek ezek a regisztrációk. Igen, hát ez egy 2 hét leforgása alatt. És ugye ki segít neked ebben a dologban? Ki hát még olyan? Hát a Vera. Hát igen. Igen, tehát őnek is, utána hazajöttem tőletek, amikor el volt ez a rendezvény végül is. Hazajöttem, elmondtam neki, hogyan működik az egész, és először ketten csináltuk, mutattam neki, hogyan kell csinálni, és most már ő is nagyon ügyes. Őneki van 5 regisztrátja, nekem 2. Tehát én... És családon belül egy kis rivalizálás. Őneki azért jobban megy. Nálunk is így működik, egyik hónapban Szabinak kell behozni, kell üzlettársad másik hónapban. Nekem, én ebben a hónapban hátradőlhetek, mert ez a hónap a Szabi, úgyhogy gondolom ti is, majd egy idő után így lesztek vele, hogy Vera most te jössz, vagy Stuxi most te jössz. Jó, hát én sok sikert kívánok nektek, ugye igaziból azt gondolom, hogy most fog beindulni igazán Nigéria is, mert hogy ugye megindul a forgalom, megjöttek a kávék, és igazából azt gondolom, hogy most fog ott robbanni ez az egész, úgyhogy na, tehát hogy az egészen sok sikert kívánok neked, mert nagyon bátor vagy, hogy tényleg így szépen belevágtál, meg köszönöm, hogy így kicsit beszélgethettünk. Hát egy kicsit furcsa volt nekem, mert nekem az első ilyen kamerás beszélgetés volt, úgyhogy... Na, majd még az biztos kérdéseket az after party-ba is, úgyhogy majd még biztos visszatérünk rá, úgyhogy köszönöm szépen, és akkor... Én is köszönöm szépen. Megyek tőlem balra Lindához, Simon Linda. Nem így lesz. Tessék? Jaj, akkor azt hittem, hogy úgy lesz, hogy felváltva lesznek a csapattársaink. De akkor gyertek ti. Oké. Okay. Jó, lehet úgy? Lehet. Én nem bánom. Jó, mert vagy nem tudom, hát így beszéltünk meg, és ja, én meg is így mondtam, hogy okay, akkor így lesz benne egy kis változatosság, hogyha nem gond. És akkor így a végén ti fogtok zárni, jó? Oké. Okay. Jó, mert közben már azt is elgondoltam, hogy ugye a Józsiról elmondom azt, ugye 2018-as évben csináltuk ezeket a napi kávés videókat, és ugye is tőle is kaptunk jó párat, és éppen erre, amikor kim volt Malajziában, akkor ugye önálló képet is csinált, amikor a gyönyörű hotelnek az erkélyén volt, és átadott egy hangulatot nekünk. Meg ugye olyan is volt, amikor a lányokkal volt körülvéve a reptéren, és épp elkészítettek a kávét, mire rohanni kellett. Úgyhogy mennyire jók ezek a kis videók, mert ilyen kis momentumokat így meg tudtatok osztani velünk, úgyhogy én is leginkább ezen keresztül ismertem meg így Józsit ezeken a videókon keresztül. Úgyhogy gondoltam, hogy ennyit adok hozzá, ugye nekünk is van már egy kis közös történetünk. És jöjjön akkor az én most nagyon kedves csapattársam, Rigi, aki majd a végén elárulom, hogy most miért is jelent még extrán sokat a számunkra. De akkor most így néhány gondolatot, hogy már nagyon régóta ismerem Rigit, ugye a Gazdag Mami csoportból kezdtem el megismerni, illetve amikor így találkoztunk a Gazdag Mamikkal Kecskeméten, ugye több női ilyen rendezvényen is találkoztunk,
és így megismertük egymást, tehát volt már egy ilyen hosszabb tartó ismertségünk, tudta ő is, hogy én a DXN-nel foglalkozok, de meg el kellett jönnie annak az időnek, amikor úgy érezte, hogy ő is elindul el ezen az úton. Akkor erről mesélj nekünk, Bégi, hogy ez nálad hogy is indult ez az egész, és hogyha van kedved, akkor egy pár szóban azért mesélhetsz magadról, bemutathatod magadat, hogyha szeretnéd. Sziasztok! Ugye többen már ismertek, de több éve vagyok ugye a DXN tag, és imádom, nagyon szeretem. Tehát ez a küldetésem, úgy érzem, és hogy tehát ez az élet célom, hogy minél több embernek meg tudjam mutatni DXN lehetőséget és ugye a termékeket. Hát én úgy találkoztam Judittal, ugye, hogy egy ilyen kis megbeszélésen találkoztunk, és elkezdtünk beszélgetni, elmesélte, hogy DXN-nel foglalkozik, és igazából én vállalkozó akartam akkor is lenni, de valahogy elvitt az élet az évek, és alkalmazott lettem. És egyszer láttam, hogy az egyik versenyen ötödik lett, és hát utána az egyik közös barátnőnk, ezt nem tudja a Judit, tehát az egyik közös barátnőnket ráírtam, hát ugye megkérdeztem, hogy mit szólna, vagy hát ugye a Judit, hogy nem venné-e tolakodásnak, hogyha én ráírnék, hogy ő mivel foglalkozik, mert nekem ez annyira tetszik. És akkor olyan mondta, hogy hát persze, ő már volt Juditnál, és akkor menjek el én is, bátran. És akkor, hát pár óra múlva úgy döntöttem, hogy hát veszek bátorságot, és akkor ráírok. És akkor ugye találkoztunk is. Megkóstoltam a kávét, beszélgettünk, meg is lepődtem, hogy ilyen könnyű csatlakozni. Nagyon optimálisak voltak a feltételek. És akkor viszont kicsit szintén elment az idő, elindítottam egy vállalkozást, és hát rengeteg feladat. Ilyenkor ugye mindenki tudja, hogyha elindul egy vállalkozás, akkor rengeteg feladat a nyakába zúdul, és ugye ezeket folyamatosan meg kellett oldani, csinálni kellett, és valahogy ez így eltolódott. És képzeljétek el, hogy én nagyon vágytam arra, hogy én beregisztráljak, hogy csinálhassam, és hogy legyen időm rá. És hát meséltem ugye a férjemnek is ugye a kávéról, hogy milyen jó, meg milyen jó hatással van ugye a szervezetre, meg ugye az egész üzleti lehetőség. És egyszer egy téli napon jöttem haza, amikor elvittem ugye a gyerekeket az iskolába, óvodába, és várt egy, hát úgy volt, hogy hát én nem jövök föl ide a Facebookra, hanem dolgozok, tehát nem Facebookozok, nem ütöm el az időt, de aztán mégis valami belülről jött, hogy föl kell jönnöm ide. És akkor várt ez az üzenet Judittól, hogy látja, hogy én annyira szeretném, és hogy segít beregisztrálni. És akkor ugye segített beregisztrálni, és akkor emlékszek, hogy sírva mondtam el a férjemnek, mert ő dolgozott, hogy mi történt. És akkor igazából így kezdődött. És mi volt az a gondolat, ami aznap reggel megfogalmazódott benned? Igen, erről biztos emlékszel, én is, hogy ugye van Brian Tracy-nek ez a mondat, hogy ma valami csodálatos dolog fog történni velem, így jöttem haza. Így jöttem haza, és utána várt az üzenet. És ezt ugye meg is osztottam motivációs csoportokba, hogy ilyen csodálatos dolog történt. Ugye, igaz, hogy Judit, neked köszönhetem azt a lehetőséget, amit a kezembe adtál, és ezzel a családunkért és a több ember életét is meg tudjuk változtatni. Igen. Hát nagyon izgalmas volt ez a történet, ugye, hogy elindultunk, de még izgalmasabb utána, ugye, amilyen utat bejárunk.
és azért tényleg biztos, hogy nagyon sokan találkoztatok már így a közösségi médiákban a Brikivel, mert ugye nagyon aktív mindenhol, Facebookon is, Instagramon is, és tényleg annyira tud bennünket inspirálni, és mindig ugye nagyon pozitív, és jó elolvasni mindig a történeteit, és mindig annyi minden jó történik vele. És egyébként ez tényleg így, hogyha személyesen találkozunk vele, akkor is még engem is nagyon jól fel tud lelkesíteni, mert szeretem, ahogy sugárzik belőle tényleg ez az energia, és úgyhogy az, amit jelent neki a DX-en, és hogy mennyire szeretné ezt az egész üzletet megcsinálni. És nagyon jól látni, ahogy szépen fejlődik a csapata is. De ugye azért tudjuk, hogy az maga az üzletépítés, meg ez az út is azért nem csak mindig könnyű és vidám helyzetekből áll. Lehet, hogy nem mindig rakunk ki mindent, amikor egy-egy bosszantó dolog történik, vagy nehézség, vagy nem úgy sikerül valami, amit szeretnénk. De hogy neked volt-e így a történet során egy olyan, ami elég nagy nehézség volt, esetleg fájdalmas vagy dühítő esemény történt veled, de aztán végül mégiscsak tanultál belőle, és lehet, hogy azért jól jöttél ki ebből a helyzetből. Volt-e valami ilyen? Hát általában ugye egyet szoktam elmesélni, hál' Istennek, nem tudom, valahogy elkerülnek az ilyen helyzetek. Egy ilyen sztorim van, ami tényleg szinte csodálatos vége lett. Tehát pár évvel ezelőtt megkeresett az egyik ismerősöm, hogy ígyunk meg egy kávét, és hogy beszélgessünk az üzleti lehetőségről. És hát találkoztunk, és beszélgettünk, és hát elmeséltem neki mindent, és hogy írta, ugye hazament, és akkor hát ugye a családtagok próbálták, hogy ez piramis játék, tehát ez neki nem, felejts el, stb. És akkor nekem ez nagyon... Tehát ugye a szívemben viselem ugye a DX-nek a sorsát is, úgymond. És nekem ez nagyon nem esett jól. És hát akkor még nagyon kezdő voltam. És tehát nem tudtam ezt így leseperni magamról. Hát egész éjszaka sírtam. És akkor ugye hát a férjem az nyugtatott, hogy tehát úgyis meg fog változni a véleménye, hogyha leírom, hogy mi a különbség ugye az MLM és a pilóta játék között, és ez is történt, hogy leírtam, és hát kértem, hogy ezt vizsgálják meg, és akkor döntsenek úgy, ahogy gondolják. És akkor ugye hagytam, és akkor pár nap múlva kaptam az üzenetet, hogy fú, hát, hogy nagyon szeretnének beregisztrálni, és hogy ez milyen, mennyire szuper csapat, és hogy tényleg szeretnének elindulni. És hát segítettem nekik elindulni, és hát a mai napig... Tehát napi szinten kapcsolatban vagyunk. Én nagyon, nagyon szeretem őket, ugye ők egy házas pár, és tehát tényleg minden nap beszélünk, és belőlük is árad az a hál' Istennek. Sikerült átadnom nekik azt a pozitív hozzáállást, és mindig erősítem őket, hogy csak előre, és ők is képesek arra, amire ugye ti is, vagy én is, és hogy fejlődni, tanulni kell. És most lassan Star Agent lesz, úgyhogy most már nagyon-nagyon-nagyon várom, meg egy kicsit egy piszkálgatom is, hogy tényleg, hogyha bármi van, akkor szívesen segítek nekik. Én nagyon-nagyon szeretem őket. Nagyon szuper történet volt, köszönjük szépen. Na és akkor a végén, ugye annyi sok jó öröm történik veled, de azért mégis tudnál-e valami egy olyan történetet kiemelni, ami most úgy igazán megdobogtatja még most is a szíved? Igen, hát ugye nagyon sokan tudják, hogy Catherine-nel mi napi szinten kapcsolatban vagyunk, és én ezt a sztorit választottam örömhírként. Még 4 évvel ezelőtt találkoztunk,
egy motivációs csoportba, és hát úgy nézegettük egymás bejegyzéseit, de ugyannyira nem beszélgettünk. És egyszer rám írt, hogy érdekli a spirulina, és én tartottam is magam attól, hogy most rázudítsam az egész üzleti lehetőséget, és akkor 3 órát beszélgettünk telefonon még aznap, és a végén az lett, hogy becsatlakozott, és hogy tehát imádja ugye a DX-et, és tehát kigyógyult a pajzsmirigye alulműködéséből, tehát imádja a ganodermát, a spirulinát, és ezt végignézni. Tehát valami fantasztikus, tehát annyiszor sírtam az ő sztoriain, hogy amikor hívott, és hogy képzeld el, hogy az eredményem ilyen lett, meg olyan lett, és hogy milyen jó, és tehát tegnap síratott meg utoljára, amikor kiderült, hogy Star Agent lett, úgyhogy ő is átveheti most a kitűzőjét április 4-én, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. És ugye a többi munkatársra is, akik ugye tesznek azért, hogy sikeresek legyenek. Igen, ugyanis az egyik nagy célunk, és hát milyen szuper lenne, ha még ebben az évben sikerülne, az, hogy nekünk Prigi lesz a 9. gyémántunk. Ezért szeretnénk tenni nagyon, hogy ez sikerüljön, és mint ahogy látszik, tényleg ilyen nagyon szuper csapattársaik vannak, akik önmaguk is tesznek, illetve Prigi is óriási energiával dolgozik ezeken. És azért az egy fantasztikus megerősítés lenne, hogy aki tényleg ennyi energiát beletesz, ennyi mindent tesz érte, és szívvel lélekkel csinálja, akkor ő is el tudja érni a céljait, meg az álmait a DX-nál. Úgyhogy akkor ez reméljük, ez mielőbb sikerül, de biztos, hogy a legjobb időben fog megtörténni ez is. Igyekszünk. Mindennek teszünk. Úgyhogy akkor gratulálunk Katrinnek is, ugye a Star Agent címhez, és nagyon örülünk, hogy ezért haza fog jönni Németországból, hogy átvegye, és akkor újra fogunk találkozni vele. Úgyhogy köszönöm szépen, Brigő, hogy megosztottad velünk a történetedet, és akkor átadjuk a szót ismét Tündinek. Köszönöm. Na hát ezt még hallgattam volna. De milyen jó, mert hogy hamarosan akkor majd Katrint is meghallgathatjuk a másik oldaláról a dolognak. Reméljük, hogy majd lesz egy ilyen program is. Na hát akkor megyünk tovább, és akkor az én következő beszélgető társam Simon Linda. Linda is egy nagyon, hogy is mondjam, kreatív, alkotó hölgy, mint Brigi. Mióta így rájött, hogy nagyon szépeket ír, nem is az, hogy szépeket, hanem hogy hatással van az emberekre az, amit ő ír, azóta tényleg nagyon, nagyon inspiráló és nagyon jó írásai vannak a Facebookon. Gyakorlatilag minden témában szokták mondani, hogy a téma az utcán hever, tényleg bármikor találkozik valamivel, akkor nagyon, nagyon, nagyon jó dolgokat ír. Na de, hogy akkor őt is bemutatom nektek. Hát lakcímkártya szerintem most zalaegerszegi vagy, de ő is sok helyen volt már, eredetileg budapesti, aztán zalaegerszegi, élt Sopronban, mi itt ismerkedtünk meg, és az az érdekesség Lindában, hogy egy elképesztő, kitartó, egy nagyon kemény vagánycsaj, és a kitartás az megmutatkozik a DX-emben is, mert én szoktam mondani, hiszek is ebben, hogy a siker ott kezdődik, ahol mások abba hagyják, tehát ő is már számtalanszor feladhatta volna mindahogy itt bármelyikünk, és mégis itt van velünk, és mindig talál egy új lendületet, egy új motivációt arra, hogy folytassa az üzletet. Kitartó azért, mert hogy neki vannak bizonyos sérülései a lábában, ennek ellenére egy majdnem mondtam, hogy a kis buksiába is, mert hogy egy kicsit őrült is a csaj, mert hogy megcsinálta a maratont tavaly, a Spár maratont, úgyhogy gyakorlatilag úgy csinálta, mint a Laci az El Caminót, hogy így fejben eldöntötte, hogy ő ezt lefutja. Sok kilométer nem volt a lábában, mert mindig történt vele valami,
de elképesztő, és ugyanazt az aranyérmet megkapta ő is, mint amit az elsők megkapnak, és tényleg nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt így meg tudta csinálni, és kitartó abban is, hogy ő elhatározta, hogy vállalkozó szeretne lenni, hogy szeretné azt a masszást, amit ő megtanult, amit kifejlesztett, amivel sok-sok időt töltött, a masszás technikával segíteni embereken. Tényleg bárkinek tudom javasolni őt, főleg azoknak, akik valamilyen kisebb húzódásokkal bajlódnak. Ugye nálunk most előfordult ez, mert hogy a Szabi a mínuszokban úgy viselkedett, mint egy kis csataló, és aztán megsérült egy picikét, és a Linda két nap alatt helyrehozta, úgyhogy tényleg elképesztő tudása van így masszázs terén. Úgyhogy hát Linda, remélem, hogy minden, nem mondtam el, amit te is el akartál mondani, de azt a részt biztosan szeretném, hogy te mondd el, hogy te hogyan ismerkedtél meg az üzlettel. Hol voltál akkor? Milyen életkörülmények között voltál? Mi történt? Sziasztok! Először egy visszajelzést szeretnék kérni, hogy látok, hallottok, ugye? Igen. Szuper. Jó. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a felvezetőt. Gyorsan megjegyzem, hogy a maratont én a DXN termékeinek köszönhetően tudtam lefutni, úgyhogy minden sportolónak szívesen ajánlom. DXN, hát 10 évvel ezelőtt találkoztam először vele, akkori munkahelyemen ajánlották, csípőből elutasítottam a lehetőséget, hogy úristen, emelem, engem hagyjatok békén. Na hát így 6 év csend jött ezután, míg egy gyógynövény boltba kerültem, ami igazából egy géles pont is volt egyben. Így adódott, hogy ismét előbukkant a DXN. A DXN csomagok pontosabban, mert fél év, igen, csak nézegettem hétről hétre, hogy már megint dobozok jönnek. És hát mi a manó lehet ez a DXN, mert ugye én addig azért nem tudtam, csak így minden információ nélkül elutasítottam. És elkezdtem utána nézni, hogy mi lehet azokban a dobozokban, mert izgatott a téma. És akkor láttam, hogy hát ganodermás kávé. Hát jó, mondom, ganodermás kávé, az nagyon jó, mert éppen ott áll fél éve a polcunkon, vagy hát ki tudja mióta, én azóta dolgoztam ott, ott áll a polcunkon, és még a kutyának nem kellett, senki nem érdeklődött utána, akkor hogy a manóba lehet, hogy ez a DXN, és ez meg megy. Így jött az, hogy felvontottam azt a dobozkát, beárasztam egyesével a kávékat, és akkor megkóstoltam, megvettem magamnak egy zacskóval, megkóstoltam, hát nem volt rossz. Valami hatást éreztem, hogy nem ég a gyomrom, aztán utána még kóstolgattam, utána már egyre jobbnak tűnt, és akkor el is tudtam adni a vásárlóknak, akik jöttek, hogy na, hát kóstolják meg, vitték, utána már dobozszám keresték, és akkor mondom, jó, akkor ha ez így megy, akkor lehet, hogy végszent is el tudok adni, de nyilván először ki kéne próbálni. Érdeklődtem mindenkinél, aki csak oda bekerült, a boltba csomagért jött, hogy ő miért csinálja, mennyi ideje, hogyan, miképpen van a történettel, és ez is hetekig ment, amíg eldöntöttem, hogy hát akkor kipróbálom, de nyilván attól fogok kérni csomagot, akihez sikeres kóstolás esetén, akkor én be is regisztrálnék, hiszen azért nagyjából tudtam, hogy ez emelem jó dolog, csak ez eddig nem működött máshol, és hát én kiválasztottam egy kis hölgyet, akit a munkatársaimmal együtt ilyen nagyon cukinak találtunk, mindig jött az egyéves kisfiától be a bevásárlókosárba, télen a pompomos sapkájával, hát nagyon édes volt. Mindig, mikor megláttuk reggel, hogy meghozta a géles a csomagját, mert örültünk, hogy jaj, de jó, hogy látni fogjuk ma. És hát aztán nála érdeklődtem, leginkább a lehetőség iránt kaptam kávét, megkóstoltam, hát bőven volt azt a másikat, nagyon-nagyon finom volt, és akkor itt már nem volt kérdés előttem, hogy én szeretnék regisztrálni. Leültünk, beszélgettünk, én is csomaggal regisztráltam be,
De én kis csomagot választottam, akkor az, arra volt lehetőségem, és az a jó, hogy senki nem akart ebben bírálni, és, tehát egy abszolút támogatást kaptam afelől, hogy ez így is jó, és így is érdemes elindulni pozitív élményekkel. Ami érdekes a történetben, hogy azért is volt a hölgy a választásom, mert hogy egy olyan kedves volt, és gondoltam, hogy hát ő neki egy biztos nem fekszik az emelem. Szóval egy ilyen karakternek úgy, hát ez nem mehet annyira, úgyhogy akkor majd én nagyon rendes leszek vele, regisztrálok alá, és akkor majd én megszámogatom az üzletét, gondoltam én, és a legelső találkára, amire elvitt, akkor ott tudatosult bennem, hogy nagyon jó helyen vagyok, majd azzal is szembesülhettem, hogy szinte mindenki a kis hölgy alatt van, és senki, aki hozzánk bejárt csomagért, nincs olyan magas szinten, mint ő. És akkor kapásból így tényleg egy héttel a regisztrációm után így tézisek dőltek meg bennem, hogy hát így egyrészt ne ítéljünk, mert nem kell mindenkinek ilyen nagy arcú emelemesnek lenni a sikerhez, illetve rájöttem, hogy hát akkor de most aztán szépen össze kell szedned magad, hogyha te itt lendíteni akarsz az ő sikerén, mert akkor oda kell tenni hát a munkában magam. És megnevezed a hölgyet? Most ne előbb. Hát Bíró Ancsi, igen. Hát nagyon-nagyon hálás vagyok tényleg. Az angyalkák küldték. Ez nekem annyira tetszett ez a sztori, ugye az egészet nem is ismertem, csak egy részét, de nagyon jó. Úgyhogy szerintem itt majdnem mindjárt GLS rendelők vagyunk, vagy GLS-en keresztül rendelünk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó tipp, hogy legyünk kedvesek, legyünk mosolygósak, legyünk szerények. És vigyünk be gyereket. Vigyünk be gyereket, legyen pomponos sapkán, tehát rengeteg tanulság van a sztorinak. És tehát semmi esetre se házhoz szállítást vállaljunk, hanem mindenképpen csomagpont, mert hát ott vannak a potenciális jelöltek a hálózatunkhoz. És aztán utána mi történt? Hogyan indultatok neki? Mit csináltál akkor, és hogy most hogyan építed az üzletet? Mi az, milyen termék az, ami nagyon tetszik neked, amivel most foglalkozol is? A kedvenc a 3-1-ben kávé, tehát ez a mindennapjaimat teszi ki. Aztán, mivel masször vagyok, nyilván a mi olajunkat használom, kókuszolajat, nagyon szeretem, azt mindenkinek lehet. Kismamáknak is általában nagyon kevés, aki a kókuszra allergiás. Ez az egyik, a másik egyébként nekem abszolút ezzel a legjobb dolgozni bármihez képest, amit valaki próbáltam. Aztán van az arcmasszázs, amit megtanultam, és hát ehhez viszont már az arcápoló koreai termékek, amiket használok. És hát nagyon élvezik a vendégek is, mert azonnali a hatása, abszolút azonnali a látvány. Igen. És milyen terveid vannak erre az évre a futáson túl? Igen. Az őrült céljaidon túl? Igen. Na hát én szeretnék szintet lépni. Hogyha így elsősorban magamra gondolok. Figyelj, Boti, hogy örül! A Boti, hogy örül! Anya, szintet lép a Linda. Igen, cuki fiú. Szeretnék felnőni a feladathoz, hogy igazából már nem annyira magamat akarom látni az üzletben, nem a saját fejlődésem az, ami érdekel. Alapvetően így is úgy is úgy fogok feljebb kvalifikálni bármilyen szintre, hogyha másoknak tudom megmutatni. És ez az, ami nekem nagyon-nagyon fontos, hogy hát én tényleg úgy gondolom, hogy az angyalkák küldtek titeket, mind Ancsit is, titeket is, hogy ti az életemet változtattátok meg, az élet minőségemet, az, hogy én most itt vagyok vállalkozóként, és
tényleg csak azzal foglalkozok, amit szeretek, a masszázsal, amivel jót adhatok az embereknek. Nyilván a termékekkel is tudom, hogy a legjobbat adom. Hogy az egészségüket szeretném támogatni, és megmutatni ezt a világot, amit nem azt mondom, hogy egy MLM képvisel, hanem ezt kizárólag a DX-en képviseli. Ja. Ez olyan szép záró gondolat volt, hogy csak na. Na most ilyeneket olvashattunk egyébként az oldalán is, tehát hogy ilyen tényleg megragad egy témát, és nagyon szépen tud róla írni, de így is érezted, hogy nem csak, és így is cselekszik, tehát hogy teljesen hiteles. Úgyhogy köszönöm szépen Linda, és Brigi, Stuxi, Judit, Zoltán, úgyhogy köszönöm nektek ezt a mai estét, meg ezt a mai beszélgetést. Én is köszönöm szépen mindenkinek, ezzel le fogom zárni a hivatalos részt, és kezdjük az afterparty, el ne menjen senki. Ja, maradjatok! Most jönnek a szaftos sztorik! Thank you.